Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra lehetőség, hogy kért tőlem ezt a jóslást. A díjam 4000 forint. Ez a felvétel megjelenik április 27-én. Az indiai asztrológia szerint ezen a napon a hold a Jeshta holdházban van. Ehhez van egy kis történet. Az indiai mitológia szerint a hold egy szép, fiatal férfi, Chandra. És ez a Chandra beleszeret Rohiniba. Rohini az a hajnalt jelenti, egy fiatal lányról van szó. Chandra megkéri a kezét, és Rohini édesapja azt mondja, igen, elveheted a lányomat, de vannak nővérei, azokat is el kell venni. Ezért a hold összeházasodott 27 nővel. Rohinivel és a nővéreivel. Jeshta, ahol most a hold tartózkodik ebben a holdházban, a legidősebb nővér. De itt nem egy idős személyről van szó, hanem egy bölcs hölgyről élettapasztalatokkal, és segít a húgainak. Ez most kihat a mai napra, lehet, hogy segítséget kapunk valakitől, vagy bölcs tanácsokat fogunk hozni. Ezen a napon, április 27-én még mindig van egy jó kapcsolat Mars bolygó és Vénusz bolygó között, ami kihat a párkapcsolatra, itt megvan a bizalom, a közelség. Jupiter bolygó, a szerencse bolygója, az indiai asztrológia szerint még a kos jegyében van, de a napokban elbúcsúzik a kos jegyétől, és májustól a bika jegyében lesz egy éven keresztül, és szerencsét hoz a bika jegyében születetteknél, vagy azon az élet területen, ahol a bika jegye van a horoszkópodban. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata felül látható. A kasza el tud vágni valamit, hogy ő most lezár valamit, például a félelmeit. Ha megjelenik a kasza, az jelent egy meglepetést is, amikor egy olyan pillanatban lesznek változások, meglepetések, amikor nem is számítunk rá. Ő tudja, ő érzi azt, hogy itt változások lesznek, hiszen a gólyák ott vannak a kasza mellett, és a gólyák utalnak változásokra. Ez lehet munkahelyi változás, ez lehet költözködés, vagy valami változik a gondolataiban, megváltozik a hozzáállása veled kapcsolatban. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. A ház jelentheti az ő otthonát, vagy a családi kapcsolatokat. Ott vannak a virágok, ez lehet kerti munka, vagy megszépíti az otthonát, vagy azt is jelentheti, hogy meglátogat téged, és megajándékoz téged. Valami szép történik az ő otthonában, és a te otthonodban is. Ez lehet egy terv is, egy közös otthon kiépítése. Hogy mit fog tenni, az jobb oldalon látható. Ez a lovas férfi jelenti, hogy ő közeledik hozzád, útban van hozzád. Ez a lovas férfi jelenthet mindent, ami mozog, sport, autó, kirándulás, változások. És ott jobb oldalon a lilium virág jelenti a tisztaságot,
tisztázódik valami, jelenti a tiszta érzelmeket is, de hozzá kell tennem, hogy a Le Nomad kártyánál a lilium virág néha utal szexuális témákra is. De ott megvan a büszke tartásod, ez is látható a képen. Mi fűz össze benneteket, azt mutatja a magyar kártya, amit a férjem készített, itt a C betűről van szó. Most elgondolkozhatunk azon, mit jelent a C betű, például Cecília, vagy Cegléd, vagy Cukorka. Mi jut eszedbe neked a C betűről? Örülnék annak, ha leírnád a kommentárba. A régi írásmód, a rovás írás középen látható, itt kell egy irány. Itt kell egy kiút, vagy itt vannak célok, cél is, szintén C-betű, amit nem szabad most feladni. A német nyelvű területen is vannak ilyen betűk, meg ilyen régi írásmód, ők ezeket rúnának nevezik. Ott alul, bal oldalon látható felül a rúna ugyanúgy néz ki, mint a rovás írás. Ez a rúna azt jelenti, hogy itt van egy irány, és ez a sarki csillag. És ez segít abban, hogy tudjuk, hogy milyen irányba kell mozognunk. Ami a hajót illeti, ez a tenger viharos. Ha én megnézem ezt a képet, nekem erről a tengerről, ami életútunk jut eszembe. Az élet tengere vagy óceánja. És mi irányítjuk az élet útunkon ezt a hajót. De most viharos ez a tenger, most vannak nehézségek. Magától nem csillapodik le. És ez a rúna jelenti a belső erőt, meg a hitet, hogy figyeljünk oda az égi, sarki csillagra, itt lesz egy kiút. Itt lesz egy megoldás. Lehet, hogy égi segítség. És a napi energia az jobb oldalon látható, ez a hölgy otthonról dolgozik. Lehet, hogy most te is otthonról dolgozol. Olyan, mint egy irodai munka, vagy odafigyel kapcsolatokra az interneten keresztül. Amit a kép még jelent, justícia, tehát itt igazságról vagy igazságtalanságokról van szó. Lehet, hogy ez a hölgy a bíróságon dolgozik, és sok a munkája, de jelentheti azt is, hogy vannak kapcsolatok, hogy ér bennünket igazság, de néha ér bennünket igazságtalanság is. Itt valamin dolgozni kell, vagy itt vannak iratok, amit el kell rendezni, például egy hivatalos dolog, vagy egy bírósági ügy, vagy otthonról dolgozunk, vagy vannak fontos kapcsolatok az interneten keresztül. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Meglátogathatsz a Facebook oldalon is, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a mai naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!